Én nem is nagyon szeretem. Szerintem most leszek felállítva a kanapéról. Sziasztok, én Julcsi vagyok, és ez az új videósorozatomnak a Pilot epizódja, ami az Életem filmje címet kapta. A koncepció lényege, hogy minden alkalommal meghívok egy vendéget ide beszélgetni a kanapénkon az ő életének legmeghatározóbb, legszeretettebb, legfontosabb filmjéről vagy sorozatáról. Szerintem nagyon-nagyon jó nézni valakit, beszélni valami olyan dologról, ami iránt tényleg elképesztően lelkes. Ráadásul egy csomó dolgot is megtudhatunk valakiről azzal kapcsolatban, hogy mi a kedvenc filmje vagy sorozata. Ezek a videók az HBO Magyarországgal együttműködésben készülnek, úgyhogy linkelem is a videó leírásába az HBO Max elérhetőségét, ahol nagyon sok baromi jó minőségű filmet és sorozatot tudtok elérni. A Skip Intro nevű podcastünk is egy közös munkánk, ami az új évadával nem sokára vissza fog térni. Augusztus 23-án lesz az élő adás, ami megnyitja ezt az évadot, és Magyarósi Csabával fogunk beszélgetni benne az HBO Magyarország saját készítésű új reality-éről, aminek a címe az, hogy A Híd. Annyit kell elmondanom erről, hogy gyönyörű szép ez a produkció, és abszolút nemzetközi, hanem még jobb minőségű, és akkor is érdemes egy esélyt adni neki, hogyha egyébként nem vagytok nagy reality rajongók. Úgyhogy találkozunk majd abban a podcastben is, viszont ezek a videók, amik ebben a sorozatban készülnek, hanganyagként fel fognak kerülni ugyanúgy a Skip Intro platformjaira, úgyhogy Spotify-on és egyéb helyeken vissza tudjátok majd hallgatni. De most kezdődjön az első epizód, amiben Bányai Judit a vendégem. Szia, Judit! Hello! Szóval, az van, hogy rád írtam valamikor, hogy van-e olyan film, amire azt mondod, hogy ez életed filmje, és aztán azt hiszem, hogy így gondolkoztál rajta, és mondtam, hogy hát akkor lehet, hogy ez nem jó kérdés. Van olyan sorozat, ami életed sorozata, és mondtad, hogy Office, ha jól emlékszem, ilyen csupa nagybetűkkel írtad. Igen. És megmertem kérdezni, hogy melyik. És nagyon, és küldtél egy csodálatos gifet, amit majd ide bevágok, mert hogy valahogy én annyit tudtam az Office-ról eddig, hogy ez egy ilyen klasszikus, amit nagyon sokan szeretnek, barátaim is, férjem is. Én még nem láttam, és van két verzió, egy amerikai, meg egy angol, és Ricky Gervais, Steve Carell. Ez volt az én infóm így az egészről. Most egy kicsit így bevezetsz minket abba, hogy mi ez a sorozat, és aztán majd utána beszélgetünk róla még hosszabban. Úristen! Ez a sorozat szerintem a legfantasztikusabb dolog a világon olyan tekintetben, hogy ez mutatja meg szerintem a legjobb humort, ami csak létezik. Mm. Ami, bár ugye, amikor még csak az angol indult, akkor nagyon sokan nem értették, nem tudták hova tenni, miért ilyen gonoszak a viccek, miért ilyen gonoszak az emberek, miért ilyenek a karakterek. Nagyon sokszor nem csak a karakterek, hanem maga a néző is iszonyat kellemetlenül érzi magát, én viszont ezt imádom. De amikor nézted azt is a brit verzió? Annak bevallom, nekem az abszolút nem tetszett. Én abból az első részt láttam, és mondtam, hogy ezt így nem, ezt felejtsük el. És akkor elkezdtem az amerikait, de ugyanígy föl tudom hozni ebben mondjuk a Skins-t, tehát abból is csak az egyik tetszik. Uh-huh. És de visszatérve az Office-ra, egyszerűen nyilván Steve Carell nekem alapból is így külön egy hatalmas kedvencem, és az első évadot azt szerintem egyszer leültem a kanapére, és azt úgy végignéztem, ahogy volt. Uh-huh. És teljesen beszippantott. Fantasztikus, szerintem. Én nem is nagyon szeretem. Szerintem most leszek felállítva a kanapéról. De hogy egyszerűen nekem... Mert én... a Friends-et fogod mondani, hogy a Gilmore-t. Hát mind a kettőt azok volt. Igen, én nagyon nem tudom emberekre, ha nem szeretik, amit én szeretek. És nagyon sok ember nagyon szereti, és nagyon sok barátom is nagyon szereti, mind a kettőt egyébként, de hogy, és mindenki mondta, hogy kezdjem el nézni, mert iszonyat jó, és ennyi, emlékszem is, hogy a nővéreim a Gilmore-t még nézték is, és már akkor se értettem, de akkor annak tudtam be, hogy jó, hát gyerek vagyok, hát most mit értsek ezen, de nem, felnőttként sem jött át, úgyhogy elnézést mindenkitől, de nekem ezek nem mennek. És én tartottam magam ahhoz, hogy egyszerűen számomra nem létezik élvezhető szitkom. Uh-huh. Aztán bejött az életembe az Office, és mindent megváltoztatott.
Egyébként annyira nem ismernek, mert hogy most találkozunk először élőben, de nekem nagyon illett hozzád ez a válasz. Úgyhogy én pedig akkor még nem sokat láttam belőle, azt arra kicsit visszakérdeznék, hogy Ricky Gervais úgy általában no neked, vagy tehát, hogy így túl sok? Vagy... Nem, úgy általában szeretem a humorát, bár nagyon jól tudom, hogy nagyon megosztó, és nagyon nem PC-skedik. Igen. Ő azért nagyon megfog, és nagyon odamond dolgokat, de van is olyan dolog, amiben nem értek feltétlen vele egyet, de ettől függetlenül szerintem nagyon jól tudja tálalni a dolgokat, meg nagyon jó a humora. Mm. Nagyobb rajongója neki egyébként a férjem, de hogy de én is szeretem. De megértem az ellenszenvet. Igen, szerintem tud egy kicsit sok lenni. Nekem is vannak dolgai, amiket itt szeretek, de valahogy belenéztem, mert hogy most a kedvedért, mert csak a te kedvedért, de nyilván elkezdtem nézni az Office-t, és az első évadot végignéztem, meg a másodiknak vagyok kb. A közepén, és hogy azért azt már így most is érzem benne, hogy egy kicsit ilyen finomabb így ez a része, tehát egy kicsit másfajta humorral operál a kettő, és hozzá is sokkal közelebb áll ez az amerikai. Igen, hát az amerikai az finomítva is lett, így a legfőképpen nyilván a főnöknek a karaktere ilyen amerikaisabb lett, vagy nem is tudom, hogy mondjam szépen, de utána az első évad után is még azért finomítottak a karaktereken, meg adtak nekik mélységet, nem az volt, hogy a főnök az csak seggfej, hanem nézzük a lelki oldalát is, hogy vajon ki miért lehet olyan karakter, amilyen, kinek milyen behatások lehettek az életében, és tök jó, hogy nagyon sokszor erre csak így tippelgetni tudunk, mert néha-néha vannak rá utalások, és megmarad így az iroda légkörében, meg kommunikációjában az egész. Uh-huh. Vagy nem megy át ilyen, nem megy nagyon bele ilyen magánéleti dolgokba. Uh-huh. Ez tök jó. És ez végig így már egyébként? A 9 évadban, ugye? Igen. Uh-huh. Hát... Azért valamennyire gondolom, most el kibontani. Persze, mert nyilván bejönnek olyan szálak, amik azért jobban rávisznek egy-egy karakternek a magánéletére, meg nem fogok spoilerezni, de hogy házasság, meg minden, meg szakítás, meg így úgy, amúgy szóval, hogy azért nyilván vannak benne ilyenek, de hogy nagyjából olyan szinten, mint amit egyébként az életbe is tapasztalnál egy ilyen légkörben, egy ilyen munkahelyi légkörben. Tehát az, hogy meg vagy hívva a főnöködnek a főnököd vagizni akar a random új lakásával, és akkor így meghív, és ott vagytok, de hogy ilyen nagyon kellemetlen az egész, mert nem tudod hova tenni, és ezt is annyira jól adják át. Fantasztikus neked az nincs, egész. Nincs bőled az ilyen cringe. Nem, én imádok cringe-elni. Engem az éltet. Én alapvetően is tínédzserként nagyon rákattantam a trash videókra, de most már azért van egy szint, amibe nem megyek nagyon bele. Szóval amikor régen még tudtam tínédzserként nevetni azon, hogyha egy olyan emberből csinálnak kellemetlen karaktert, aki egyébként nem tehet róla, szóval nem tudom, az utcán kihasználnak valakit, hogy nézd már a hülye csövest, és akkor belőle űznek valami viccet. Na mondjuk ez az, amin már nem tudok nevetni. De hogyha... De máson nagyon, igen. Igen, az az érdekes nekem az Office-ban, hogy ugye itt is, így a PC-ség kapcsán szerintem nagyon, annyira érdekesen dolgozik vele. Ugye a 2000-es évek elején indult a sorozat, csak ezt mondom annak, aki esetleg nem tudna így elhelyezni, hogy akkor mennyire volt kötelező így beletuszkolni mindent a sorozatokba, hogy elég sok olyan dolog elhangzik, főleg nyilván Michael szájából, amit így tudsz nézni, de hogy az a jó, hogy annyira ők is, tehát a többi karakter is pont úgy néz, és pont úgy állítják be a jelenetbe, hogy ő lesz az idióta végül, és nem, tehát hogy nem fordítva, úgy szerintem ez így nagyon jól el van találva, meg egy tök jó egyensúly. Igen, meg azt is nagyon jól mutatja szerintem, hogy nagyon sokszor a Michael is, és a mai világban is vannak olyan emberek, akik így
egyszerűen nem akarnak bántani, csak annyira nem gondolnak bele, és annyira nem figyeltek eddig oda, vagy nem szólt nekik még senki arról, hogy figyelj, haver, ezt lehet, hogy nem így kéne mondani, lehet, nem így nem kéne neki ilyet odaszólni, stb., hogy szerintem a Michaelnek a karaktere, ami a második évadtól van, mert ugye az első évadban azért még eléggé ki van élezve, de hogy onnantól kezdve azért lehet látni azt a karakterben is, hogy ő nem bántani akar, csak egyszerűen jó szándékú idiótának szoktuk nevezni az ilyeneket, aki nem akar rosszat, csak így tényleg így eszébe se jut, hogy ez lehet, hogy nem annyira oké, és aztán néha próbálja kimenteni. Szóval nagyon vicces, ezt így nagyon élem én is. Ki az a... Van-e valamilyen karakter benne, akivel tudsz esetleg azonosulni? Vagy aki a kedvenced? Vagy aki, nem tudom, aki ez így szorosabb szálfűz? Hát... Nagyon vicces helyzet a Pam, és azért, mert amikor én a férjemmel megismerkedtem, akkor ő abban az irodában, ahol közösen együtt dolgoztunk, ő még akkor ügyvédjelöltként volt ott, én pedig recepciósként kezdtem, és aztán lettem bevezetve egyéb jogi asszisztensi feladatokba, de az első munkaköröm a recepciós volt ott. És hogy mi is így jöttünk össze, és akkor ebből bontakozott ki a mi szerelmi szálunk is, és úgy a Jimet és a Pamet volt is így elmézni. Volt egy vőlegényed egyébként az irodában? Nem, az irodában még nem volt vőlegényem. Az Angelának a karakterével mondjuk a tekintetben tudok azonosulni, hogy amikor a Dwight az nagyon kikészít, és amilyen fejeket vág, ahogy ő ilyen passzív-agresszíven elküld valakit a picsába, ez sajnos sokszor bennem van. Nem biztos, hogy sajnos van. Ugye ez az, hogy ez sajnos? Nem tudom. Én mondjuk nem, szóval, hogy én sokszor ezt élvezem, amikor sikerült úgy-úgy bizonyos helyzetekben odapirítani, de azért ez nem feltétlen sorolandó a jó tulajdonságunk közé. Attól függ, kit kérdezel szerintem. Nem biztos. Azt akartam kérdezni még amúgy, hogy mikor láttad először? Tehát, hogy amikor ott dolgoztál, akkor már ez megvolt ez a sztori? Nem. Vagy utólag láttad bele magatokat? Akkor még nem. Aha. Ezután láttam, és akkor utólag láttam bele magunkat. De szerintem azért is annyira zseniális ez a sorozat, mert bárki, aki dolgozott bármiféle irodai, klasszikus irodai környezetben, az nagyon jól tudja, hogy az összes karakter megtalálható az irodában. Az összes. És hogyha kevesebb személy van az irodában, akkor egy személy több karaktert megtestesít, de hogy mindenki megtalálható, és iszonyat vicces ráismerni arra, hogy volt kollégáim dolgait, meg az én volt dolgaimat látom a képernyőn, és fantasztikus. Nekem is amúgy ilyen, kicsit ilyen nosztalgiázós volt, mert nyilván dolgoztam én is irodában, bár nem pont ilyenben, de nagyon hasonlóban is. Most már évek óta nem dolgozom irodában, és elkezdtem, és így akarok irodában dolgozni megint, vagy nem, és így pont annyira tűnik ilyen romantikus, cuki viccesnek, mint egy börtönnek, ahonnan így, úristen, szóval érdekes. Van-e olyan dolog, amit, hogy mondjam, ezt hogy is szokták mondani, nekem a kedvenc sorozatom, amit nem kell beszélnünk róluk, de hogy sokszor, amikor így élem az életem, és történik velem valami, és így beugrik egy jelenet, vagy egy érzés belőle, vagy valami, ami így visszavisz oda, teljesen out of context egyébként. Neked van ilyen az Office-ból? Tehát, hogy így rent-free él a fejedben, ezt így szoktak lenni. Igen, szoktak lenni. Most konkrétat nem is tudnék mondani egyébként, de szoktak lenni. De hát a That's What She Said, az folyamatos szálló, igen. Az így általánosan beleégett az agyamba, de és az azóta is. Vagy komolyan? Aha. Úgy tudom, de hogyha van bármi, ahonnan, ami... Biztos lesz, aki azt mondja, hogy van. Innen is átizérték, úgyhogy nem tudom. Írjátok meg komment. Aha. És van-e valami, amit szerinted tanultál a sorozatból, vagy ami így formálta bárhogy a személyiségedet, ami így mondjuk megerősített valamiben, vagy... Hát pont azt, hogy... Volt egy olyan főnököm, nem mondom el hol, nem mondom el ki, nem. De akivel nagyon nem jöttünk ki jól, és sokszor fölismertem a Michael karakterében őt, és most már nem gondolok vissza rá olyan
rosszul. Aha. Mert próbáltam benne is meglátni a mélységet, meg azt, hogy ő egyszerűen csak a kézben akarta tartani a dolgokat, és de hogy egyszerűen nem jöttünk ki jól, nem csak úgy, mint két munkatárs, hanem mint két ember sem tudtunk jól együtt kommunikálni. Én akkor még nagyon hirtelen haragú voltam, úgyhogy voltak olyan dolgok, amiket mondjuk én sem reagáltam le jól, de hogy neki is ott volt, és tényleg rengeteg szituációban, amit megcsinálta Michael, ültem a tévé előtt, és mondtam, hogy úristen, ez ő. És vissza kellett pörgetnem, és újra megnéznem, és így, Jézusom, ez hogy létezett? Ez van több helyen is? Úgyhogy nekem szerintem ezt tanította leginkább, hogy attól függetlenül, mert tudnak ilyen iszonyat kellemetlenek, gonoszak, meg nem is tudom, ilyen értetlenek, vagy ilyen fura szituációk lenni az életben is, hogy ne ítéljük el rögtön az embereket, hanem így lássuk meg azt, hogy mondjuk a Dwight is miért olyan idióta, amilyen, hogy lássunk mélységet az emberek alapvető felszínen lévő karaktere mögé, és akkor sokkal kevésbé leszünk szerintem ítélkezőek. Meg könnyebb is egy kicsit, nem? Nyilván más való életben együtt dolgozni egy olyan karakterrel, mint nézni egy szitkomban valakit. Igen. Mert ezt a tévét így kikapcsolod, és akkor viszlát, hogy... Az ott van. De... Ő nem nekem magyarázni. De azért tök jó szerintem, hogy akár ilyen sorozatokból is lehet így tanulni, vagy így elhozni valamit, ami... Abszolút szerintem. Főleg a szitkomokból egyébként, mert azóta találtam még egyet, ami jó. És nagyon-nagyon gondolkodtam, hogy melyiket mondjam, hogy az Office-t, vagy azt, de a Modern Család. Mm. És ha valaki szeretne belátni a magánéletembe, akkor nézze Nékül meg. Vagy. Claire és Phil házassága az a miénk. Egy az egyben. Szerintem mondjuk azt a sorozatot, azt Phil viszi el a hátán nagyjából, szóval, hogy így, ha más nincs, akkor csak miatta megéri nézni. Igen, és nálunk is így annak a megosztása, hogy ki, melyikünk mennyire gyakorlatias, melyikünk mennyire kattan rá a családi eseményekre, rendezvényekre, ki mennyire szeret precíz lenni bizonyos dolgokban, amikben egyébként tökre nem kéne, mert nem lényeges, de mondjuk az, ahogy a Claire kezeli a Halloween-t, és ahogy a Phil az így próbál menni az eseményekkel, de nem igazán tud vele azonosulni, nem igazán érti, hogy ez most így miért kell, vagy miért nem jó, vagy miért. De így ebben a osztályban tette, vagy Claire, és a bottom Igen, Claire. Egy az egyben, teljesen, tényleg, ilyen copy-paste, ugyanaz. Úgyhogy a Modern Család az, ami még nagyon-nagyon a szívemhez nőtt. Igen. Az ők is vagy nagyon eltalálják ezt a PC dolgot, szóval, hogy mert azért, ha meg, tehát, hogy már a címe, könyörgöm, tehát, hogy az egész arról szól, hogy ilyen sokfélék vagyunk, de valahogy mégsem problematikus, úgy érzem. Igen. Hogy így minden benne van, hanem nagyon olyan természetes. Nagyon szuper. Még az Office-ra visszatérve egy kicsit, van-e bármi olyan egyéb dolog benne, ami így az életednek a része lett, vagy szoktad egyáltalán visszanézni? Most így gondolok ilyen zenére, vagy bármire, amit szeretsz benne, és így magadra most, körülvesz. Most szeretném megint visszanézni az egészet, mert alapvetően is, amikor kérdeztél, filmet azért nem tudtam mondani, mert inkább vagyok sorozatos, mint filmes, mert nagyon sokszor, amikor megnézek egy filmet, azt érzem, hogy ebből miért nem lehetett, akkor csak egy hatrészes sorozatot, de csak valamit, egyszerűen annyira jó, és annyira bontsátok még ki, és én még ezt nézni akarom, és nekem ez a másfél-két óra nem elég. Nyomjuk még. Nagyon sok filmnél ezt érzem, hogy az örökké valóságig tudnám nézni, és nagyon sok komfort sorozatom van, amiket orvérzésig néztem, és folyamatosan munka közben az megy a háttérbe, és ez is egy ilyen, úgyhogy most fogom megint megnézni. Mindemellett a Trónok harca, a Sárkányok háza, meg az, összes, meg az összes Harry Potter. Hát most már azok, mert már annyira szénné néztem, hogy egyszerűen lehet, hogy le tudnám szinkronizálni. Szerintem azt megnéznék egy pár, A
azért kemény lenne Matt Smithnek az én hangomat adni. Én nem láttam, hogy fogalmas, hogy kiről beszélsz. De hogy most már tényleg román néztem ezeket is, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem őket, de az Office is abból, szóval teljesen az életem része. Olyan tekintetben is, hogy ugye nagyon sok, szerintem az összes barátom látta, és mindenki nagyon szereti, úgyhogy vannak ilyen utalások, van rengeteg mém, amiket küldözgetünk egymással a botondal, hogy nem tudom, így felfelidézzünk valamit, meg nem tudom. Egyszerűen tényleg folyamatosan a része. Meg mondjuk most idén volt az egyik barátunk esküvőjén, hogy a bevonulás az egy az egyben olyan lett, mint az Office-ban is van, és ugyanarra a zenére, ugyanúgy betanultuk a táncot, úgyhogy az is jó. Annyira jó volt. Szóval én annyira szeretem, amikor így beszivárognak ezek a dolgok így az ember életében, ja. Szerintem. Meg tök jó közös téma is. Igen, abszolút. Nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm. Egy csomót tudnék még erről beszélgetni veled, meg amúgy a többi komfortzónádat is nagyon érdekel, meg biztos a nézőket is, de majd ezt elmeséled nekik a saját platformjaidon. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm. És ti meg majd kapcsolódjatok be a következő ilyen videóban, mert remélhetőleg egy sorozat lesz belőle. Írjátok meg a komment szekcióban, hogy ki az, akit szeretnétek látni, és akinek szeretnétek élete filmjéről vagy sorozatáról hallani. Sziasztok! Sziasztok!